Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket! Hát végre eljött ez az idő is, ugye, mint tudjátok, itt vagyunk a Halloween közepénél. 2 hét eltelt az ünnepségből mondhatni, és ígértem nektek, hogy nem fog úgy elmúlni ez a Halloween, hogy egyszer együtt ne ünnepelnénk meg. Ezért most szeretném bejelenteni nektek, hogy most szombaton 14 órától kezdve élő adásban fogunk Halloweenozni, és nagyon örülnék neki, hogyha minél többen itt lennétek. Megmutatom nektek, hogy itt szeretnék találkozni veletek, itt lesz a gyülekező, mivel ez most egy elég új hely a játékban, arra gondoltam, hogy akkor igénybe vehetnénk, hogy akkor itt találkozzunk eme szent helyen. Remélem, hogy mindenki ide talál, nem olyan bonyolult. Följöttök vágtázó erődjében az emeletre, és akkor innen már nyitva is a kapu a helyszín fele. És akkor, amit mondani szeretnék, hogy megkérlek benneteket, mivel ugye Halloween van, ezért nem szeretném az egészet lóedzéssel tölteni, persze leszámítva a halloweeni eventeket, mert azokat nyilván meg fogjuk csinálni, mint a halloweeni versenyeket, és az egyebeket. Ami kérdésem, egyrészt írjátok meg nekem, legyetek szívesek, hogy mik azok a dolgok, amiket szívesen csinálnátok az élő adásban. Nagyjából 2 óra lesz, tehát olyan 4 óra magasságába valószínűleg be kell, hogy fejezzem. És hogyha szeretnétek velem játszani és egyebek, akkor mindenképpen legyetek itt, mert most már tényleg abba az időszakba léptünk, hogy hamarosan ténylegesen elköltözöm itthonról, és nem tudom, hogy mikorra fogom tudni a gépemet beoperálni az új házba, amit vettünk, úgyhogy nem tudom, hogy mikor lesz élőadás legközelebb. Egyedül most ez a fix, és ez a legbiztosabb, és ez biztos, hogy lesz. Tehát, hogy ne felejtjétek, hogy a Daffodil Rock szerveren leszünk, és mindenképpen ezen a helyen fogunk találkozni, ez mindenki számára megközelíthető, és akkor itt tényleg mindenki itt tud velünk lenni, azok is, akik nem rendelkeznek Star Rider tagsággal. No de, tényleg mindenképpen írjátok meg nekem, hogy ezt a 2 órát mivel szeretnétek eltölteni. Bármit írhattok, tehát tényleg nyilván egyik sincsen kőbevésbe, de tudunk belőle szemezgetni, hogyha elég sokan szeretnétek bizonyos dolgokat, akkor megtárgyaljuk, hogy mi legyen vele. Na, hogyha esetleg lóedzéshez folyamodnánk, akkor arra kérlek benneteket, hogy azt döntsétek el, hogy melyik lóval jöjjek. Tehát 2 opciót ajánlok fel. Az egyik Laverna, akivel most is láttuk, illetve Nimein, vágtázó Tomzon kancájának a nővére. És kettejük közül választatok, hogy melyikkel szeretnétek, hogy pózoljak, mert akkor azzal fogok jönni. Elképzelhető, hogy a későbbiekben felezem, tehát a live egyik felét ezzel, a másik felét azzal, de ezt majd meglátjuk, most egyelőre csak arra kérlek benneteket, hogy írjátok meg, hogy Laverna legyen-e, vagy Nimein a szombati stream star. És akkor itt szeretném megjegyezni, hogy nem tudom, hogy álltok az üstös feladatokkal, hogyha szeretnétek, és van rá igény, akkor írjátok meg a komment szekcióba, hogy szedegessünk-e össze cuccokat. Nem tudom, hogy mennyire sikerült megjegyeznetek, vagy megtalálnotok azokat a dolgokat, amiket az üstbe kellett összeszedni, úgyhogy ha még kicsit bizonytalanok vagytok benne, és szeretnétek, hogyha átnéznénk, akkor én nagyon szívesen rászánom a live-nak az egyik felét arra, hogy átnézegessük ezeket, és akkor menet közben még így vissza-vissza téregessünk, mert hogy ezek elég sűrűn spavnolnak, úgyhogy többször is össze lehet szedni óránként, jó? Úgyhogy ezt is írjátok meg nekem, és akkor, hogyha tényleg elég sokan jelentkeztek arra, hogy legyen ez az egész gyűjtögetéses mizéri, akkor természetesen időt szorítunk rá. Egyébként is, mert én mindenképpen össze fogom szedni ezeket a dolgokat, viszont nyilván több időt fogok rá szánni, hogyha nektek igényetek van erre. És hát nyilván minden, ami a csövön kifér, az lesz, amit ti írtok. Nekem teljesen mindegy, hogy mivel ütjük el ezt az időt, nekem csak annyi a fontos, hogy együtt legyünk. Úgyhogy minél többen gyertek el, mert tényleg nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb alkalmam rá, így is próbáltam jóval előbb
közzétenni, hogy mi is a tervem, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy tényleg mindenkinek időbe tudtam szólni, aki esetleg szeretne eljönni. És mondom, tehát 2 órakor fogunk kezdeni, tehát 14 óra 00, most szombat. És azt hiszem, hogy szombat az 29-e. Jó? De kint lesz a címben is, úgyhogy ott is láthatjátok majd. Tehát most szombaton 14 óra 00-kor itt ezen a szent helyen fogunk találkozni. Jó? Nem garantálom, hogy 2-nél előbb beesek, vagy valószínű, hogy nem, úgyhogy csak várjatok, ahogy szoktátok. Ahogy szoktatok fogadni, várjatok, és akkor majd valamikor érkezem, tehát ugye 2 a maximum, tehát addig azért ide szarosabb, csak előtte nem garantálom, de azért majd igyekszem mindent úgy csinálni, ahogy kell, és ahogy jó. Úgyhogy ennyit szerettem volna bejelenteni, akkor mindenképpen írjátok meg a programokat, hogy miket szeretnétek csinálni, illetve jelezzétek felém, hogy akarjátok-e, hogy sűrűbben gyűjtögessünk, és részletesebben mutassam meg, hogy mi hol van, illetve hogy melyik lóval gyűjjek, vagy melyikkel ne. Ugye Nimén vagy Laverna, 2 között válogathattok. És akkor hát nagyon remélem, hogy szombaton minél többen itt lesztek, és találkozunk. Én nagyon készülök rá, nagyon várom. Már kicsit hiányzott is egyébként az élőadás, meg hát azért mégiscsak jobban szórakozom, hogyha együtt és közösen játszunk. Úgyhogy én most elköszönök tőletek, hogy erőt gyűjthessek a szombathoz, és mondom, legyetek itt minél többen, én már nagyon várom, remélem, hogy ti is, ha bármi kérdésetek van, a komment szekció a rendelkezésetekre áll, tehát hogyha szeretnétek feltenni valami élőadással kapcsolatos kérdést, vagy egyebet, akkor nyugodtan tegyétek meg, nagyon szívesen válaszolok. Lehet, hogy kis időbe telik majd, de igyekszem mindenkinek visszajelezni, és akkor ne feledjétek, most szombat 14 óra 00, Daffodil Rock Server. Az öltözékben nem akarok beleszólni egyébként, hogyha tudtok, és módotokban áll, akkor azért egy halloweeni felszerelést azért hozzatok, mert mégiscsak jobban néznénk ki, hogyha így a Halloweenhez kicsit átszellemülnénk, és ehhez szerintem nagyon sokat hozzátesz a set. Itt vannak a maszkok, azokat is nyugodtan lehet használni. Én most nem húztam föl, hát nyilván fölfogom, mert az a védjegyem, hát nem fogok úgy streamelni, nincs rajta maszk, hanem így megy, ezt tudjátok, hogy működik. Úgyhogy én mára elköszönök tőletek, további szép napot kívánok nektek, és akkor ne feledjétek, szombaton találkozunk. A frissítésre nem tudom, hogy mikor fogok tudni érkezni, de esküszöm be fogom pótolni, remélhetőleg még a szombati nap előtt, és meglátjuk, hogy mikor, vagy sütörtökön, vagy pénteken, nem ígérek előre semmit, de holnap biztos, hogy nem, az tuti. Jó? De már nagyon izgatott vagyok, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Úgyhogy azért szombatig még egyszer találkozunk, viszont élőben szombaton lesz lehetőségetek játszani velem, és hülyéskedni, és egyebek. Jó? Amit már eddig is csináltunk, azt fogjuk csinálni most szombaton is, csak ez most egy ilyen halloweeni verzió lesz. Jó, köszönöm, hogy velem tartottatok, szép napot kívánok nektek, és akkor a héten még találkozunk. Sziasztok!